Szolnokról és a választókerület többi 13 településéről is érkeztek a kampányító rendezvényre, ahol elhangzott, hogy a következő hetekben a lehető legtöbb emberrel szeretnék megismertetni a jelöltek programjait. Szolnokon van még mit tenni, jelentette ki Szalai Ferenc. A Fidesz választókerületi elnöke elmondta, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és újabb munkahelyek teremtése rendkívül fontos feladata a jövőnek. Szalai Ferenc hozzátette azt is, hogy erősebb közösségé vált Szolnok, erősödött a szolnokiság, a lokálpatriotizmus. Nagy lökést ad majd a városnak az M4-es autópálya megérkezése, amellyel új cégek települnek majd Szolnokra, és a bérek is emelkedni fognak, folytatta a politikus. Szeptember 1-je után a szolnoki csatlakozik a debreceni felső oktatáshoz, ami nagy lehetőséget jelent, bővül ugyanis az oktatási kínálat, hangsúlyozta Szalai Ferenc. Kész város nincs, Szolnok sincsen kész. Ellenben az egészen biztos, hogy a szolnoki érdekérvényesítő képesség, a szolnoki lobbyerő, mondjuk így, a kormányzathoz való kötődés kellőképpen erős. Ez biztos, hogy érződött a sok-sok 10 milliárd forintos fejlesztésben, ami Szolnokra érkezett. A következő időszak egyik nagyon komoly programja a városi járda és útépítési program, kerékpár útépítési program, zöld területek karbantartása, a rend, a tisztaság fokozása a városban. A megyeszékhely fejlődése kihat a térség másik 13 településére is, mondta dr. Kállai Mária. Az országgyűlési képviselő elmondta, a Magyar Falu programból csak az utóbbi pár hónapban 108 millió forint került a térségbe, ahol szintén folyamatos a fejlődés. Szólnak, mint a választókerület legnagyobb települése, de ugyanúgy fontosan, mint egy 300 fős Hunyadfalva is, és sorolhatnám, tehát mind a 14 település itt vannak a csapattagjaink. Én úgy gondolom, hogy egy felkészült, elkötelezett, sok-sok munka okán már összekovácsolódott közösség vagyunk, értékeink azonosak, izgalommal, jó felkészülten várjuk a munkát. Az a munka, amit az elmúlt években elvégeztek a közösségek, és az a sok fejlődés, ami történt a választókerületben, meggyőzők, fűzte hozzá dr. Kállai Mária.